A csütörtöki közgyűlés napirendjére több, az önkormányzat szociális érzékenységéről tanúskodó döntés is napirendre kerül, ezek között nagy hangsúlyt kap a szociálisan rászoruló idősek, alacsony jövedelműek segítése, valamint a lakbérek befagyasztása, hangsúlyozta a rendkívüli kiemelő magazinban Kecskemét polgármestere. Szemerei Pataki Klaudia a műsorban kiemelte azt is, hogy a fiatalok sem maradnak ki az önkormányzati támogatásokból, lakásfelújítások kezdődnek Kecskeméten annak érdekében, hogy az itt helyben munkát vállaló fiatalok 28 éves korukig kaphassanak kedvezményes albérleti támogatást, illetve lakhatási lehetőséget. Sőt, ha végül ezek a fiatalok úgy döntenek, hogy letelepednek és családot alapítanak Kecskeméten, akkor kedvező lehetőséget kapnak arra is, hogy ezeket a lakásokat megvásárolják. A városvezető az árvák, félárvák támogatásáról, az önkormányzati dolgozók bérének rendezéséről, illetve az utak karbontartásáról is beszélt ma a kiemelő rendkívüli adásában, amely amely néhány perc múlva a híradó után kezdődik itt a Kecskeméti televízióban.